A kékablakos mozgalom kialakulásához az szolgáltatta az alapot, ugye egyszer, hogy itt van a Művészetek Völgye rendezvénysorozat, és kellettek hozzá vállalkozó emberek, akik a helyi termékekből itt helyben, a saját udvarukban, a vendégeknek feltállalják a helyi specialitásokat. Mint például ez a lekvár is, ami ugyan nem feltétlenül a vendégasztalhoz kapcsolódik, de ez is helyi termék. Amikor 2 évvel ezelőtt kitalálták a helyiek, hogy szívesen csinálnának egy ilyet, ugyanis a törvény szabályozás lehetőséget adott rá, akkor 4 induló volt. Ennek most már 2 éve, most ez megduplázódott ez a szám, és hát az a lényeg, hogy mindenki a saját udvarában, a saját kertjében megtermelt áll, saját maga készíti el, és kínálja meg ezzel az ide látogató vendégeket. Az a helyzet, hogy néhányan nem csak a művészeti napok alatt, hanem a művészeti napokon kívül is. Tehát, hogyha van valamilyen rendezvény, vagy jön egy csoport, akkor a Kék Ablós mozgalmon belül vendégelik meg az ide látogató csoportokat. Kapott címere kék, és ezért gondoltuk, hogy ez lesz az elnevezése, hogy Kék Ablós. Ez a szolgáltatás nagyon fontos kitörési pont lehet az itt élő embereknek, csökkenti a munkanélküliséget, mindenki megmutathatja a saját specialitását, és egy biztonságot ad a falusi létnek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez itt létrejött, és reméljük, hogy a továbbiakban is megmarad. Tehát ennek a mozgalomnak az is az egyik célja, hogy minél jobban önállóak legyenek, magukra találjanak, a művészeti napokon kívül is, ennek érdekében tanfolyamokat szerveztünk a szolgáltatás minőségének a jobb ellátása érdekében, és mindenképpen a jövőben is számítunk arra, hogy egyre többen részt vesznek ebben a mozgalomban. Nagyon örvendetes a kékablakos mozgalomnak a kialakulás, illetve fejlődésre, de Kapolcson egyéb kistermelők, őstermelők is egyre többen vannak. Például itt vannak a szörpök, különböző bólék, lekvárok, természetesen a csésze is, van gyümölcssajt, tehát többféle terméket találja, a kosár, tehát többféle termék van, amit itt helyben állítanak elő, és van a Kapolcsi Közös Piac, elnevezésű piacunk, ami egyelőre csak a művészeti napok alatt működik, de szeretnénk egész évre kiterjeszteni, legalábbis az év nagy részében, és örülünk annak, hogy ilyen sok kistermelő van itt a környéken, a faluban, akik itt meg tudják mutatni magukat. Egész évben természetesen szívesen várjuk, hívjuk a ide látogató vendégeket, pontosan olyan szívesen kínáljuk őket jó ízekkel, várjuk, amely egy falusi vendéglátáshoz illik.